Esélyautót kapott Miskolc is. A fogyatékkal élő emberek mindennapjait segítő, egy éve tartó országos kampányhoz a Borsodi megyeszékhely is csatlakozott. Az új jármű a fogyatékkal élő emberek számára biztosít nem csak élelmiszer és gyógyszer, hanem személyszállítási lehetőséget is. Az autó a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézményhez kerül majd. Látszik az autón, hogy ez egy kényelmes és jól használható, és mind parkolásra, mind tér kihasználásában reméljük, hogy tudják majd használni. Az új autó a fogyatékkal élő emberek mindennapjait segíti majd Miskolcon. A kényelmes és tágas jármű nem csak élelmiszer és gyógyszer, hanem személyszállítási lehetőséget is biztosít majd az erre rászorulóknak. A vírus idején ez nagyon kihangsúlyozódott, hogy szükség van arra, hogy a cégek összefogjanak és segítsenek mind a vírus megakadályozásában, illetve a vírus által nehezebb helyzetbe került társaink megsegítésére. Szombathely, Nyíregyháza és Kecskemét után Miskolc a negyedik nagyváros, amelyik csatlakozik a kezdeményezéshez. Az esélyautó abból a célból alakult meg, hogy támogassa és segítse a fogyatékkal élő emberek gépjárműszerzését, beszerzését, illetve egyéb kedvezményeket használjunk ki, harcoljunk ki cégeknél, vállalatoknál, amelyek segíti ennek a társadalmi rétegnek az életét, a hétköznapjait. A vadonatúj autó a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézményhez kerül majd. Azzal a feladattal, hogy segítse ez a gépjármű azt az ellátást, amit végeznek a meszegyi dolgozói, elsősorban a fogyatékkal élők ellátásának segítésében. Ez azt jelenti, hogy a orvoshoz vagy kórházba szállítás, élelmiszerrel, gyógyszerrel való ellátásban tudjanak segíteni. A polgármester hozzátette, az elmúlt egy évben is mindent megtettek azért, hogy a járvány idején is támogassák a rászorulókat. Például a rendészet munkatársai is rendszeresen segítettek. Az új autónak köszönhetően pedig még összehangoltabb lesz majd a munka.